Üdv minden kedves nézőnek, hallgatónak! A mai témánk az a média lesz. Ez a, nekem mostanában kifejezetten szúrja a szemet, ami zajlik a médiában. Csak mostanában? mostanában kifejezetten, hogy az elmúlt egy évben a koronavírus meghatározza az életünket, és szerintem ugyanúgy meghatározza a médiát is. Legalábbis az biztos, hogy, hogy kikiáltották, hogy ők milyen szerepet töltenek be a társadalomban, szerintem az elmúlt egy évben. Úgyhogy beszéljünk a médiáról szerintem egy kicsit. Kezdeném egy gyors ilyen helyzetfelmérése a médiával kapcsolatban, természetesen a saját szempontunkból, a saját véleményemet. Amit biztos, hogy, hogy tudunk nyugatról, az az, hogy a hagyományos médiának, amit innentől hívjunk, úgy, ahogy mindenki szokta, a mainstream média, van egy hanyatló tendenciája. Ez, ez, szerintem adja magát, tehát mindenki átváltott okostelefonra, gépre, internetre, és sokkal inkább onnan szerzik a, az információt. Nem is meglepő, hogy a, hogy a fiatalok fele annyit tévéznek, ami még így is meglepő nekem amúgy. Én azt hinném, hogy a fiatalok nulla e, percet tévéznek, mint, e, tehát, hogy fele annyit tévéznek, mint az idősek. Ezt tökéletesen látni amúgy a reklámokba. Mert hogyha megnézed, nem tudom, az utóbbi időben néztél tévét amúgy? Nem, de csak az jutott így eszembe, hogy tökéletesen látni azt, hogy a fiatalok milyen keveset tévéznek onnan is, hogy itt nincs mögöttünk tévé. Igen, igen, még amúgy. Na, <laughs> de ha lesz, az is azért lesz, hogy ilyen Netflix, Netflix Playstation Igen, 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 igen. Úgyhogy most is van tévém amúgy, de nincsen bekötve a, a, a tévészolgáltatás. De az idősebb generációk azok még Igen, ezt annyira, hogy a gyógyszerreklámok, uralják a tévépiacot, ezt nem tudom, mennyire tudod, de hogyha én ezt onnan tudom, hogy a, a ugye jártunk egyik haveromhoz szerepjátékozni, és ott nekik ott van a tévé rögtön az asztal mellett, és ö, nekik ment ez a marketingben, úgy hívják ezt, hogy háttértévézés. Amikor nem nézed, le is van halkítva, de megy. Tehát, hogy a kép az pörög, csak nem is figyelsz rá, esetleg egy picit, nagyon halkan megy. Tehát náluk ez ment. És a szemem sarkából mindig láttam a tévét, és először is szinte akárhányszor oda néztem reklámment, és szinte mindig valamilyen gyógyszerreklám. Tehát uralják a reklámpiacot a gyógyszerek, pontosan a 25 át teszik ki a reklámoknak a gyógyszerreklám. Ezen felül, ami még szerintem említésre érdemes, az egyértelműen a kormány közeli média, ami amúgy nem teljesít sokkal jobban, mint a többi média, tehát átlagosan annyian nézik az adatok alapján. A rádió az már egy más történet, amúgy. Tökéletes, amikor készítettem, a, egy, vagyis felkészültem a részre, akkor nem is gondoltam a rádióra. Úgy voltam vele, hogy azért csak megnézem a rádiónak a, a, hallgatottsági adatait, mert hogy, mert hogy ha már médiáról beszélünk, akkor az is beletartozik. És legnagyobb meglepetésemre a napi, úgymond Néző-hallgató száma az a rádiónak a legmagasabb. Tehát rádiót hallgatnak. Még mindig. De ez szerintem nem is annyira meglepő, a belegondolsz, hogy hol hallgatják az emberek a rádiót, a közlekedési eszközökön, nem? Tehát kocsiban megy. Pontosan. Me. És az emberek nagyon sokszor mászkálnak kocsiban helyekre, akkor bekapcsolják a rádiót. Igen, hozzáad, aztán nagyon nem. várom ennek a hanyatlását, mert ezek azok a műsorok, amik szerintem ennek a helyét ö, valamilyen formában át tudják venni. Természetesen nem feltétlenül ezek a témák, de van rengeteg ismerősöm, aki mondjuk munkába menet, már nem, nem a rádiót nyomja be, hanem a telefonjáról rákati azt a YouTube-t, akit szeret, akinek szintén ilyen, ilyen egyórás beszélgetései vannak, akár komoly témákról, akár sajnos ugyanaz a minőség, mint a rádió, mert az is gyakori, de akkor is a lényeg, hogy átáll az, az alternatív médiára, ami jelenleg a YouTube. Nem ja, gondolj csak bele, majd amikor a drága bolgár úr, a, nem tudom, az megvan neked, a, vagy, vagy már, már nem is létezik. Régen volt a klubrádión a klub Rádión, ez a bolgár György, akit minden nyugdíjas hallgatott. Egyáltalán nem Jó, mert sajnos. ezeket az ilyen magyar dolgokat, ezeket az elitizmusból elkerülhet. <laughs> <laughs> de, <laughs> de, de, de de a bolgár úrnak a műsora az egy fogalom volt. És gondolj bele, amikor a mai fiatal generációk a bolgár úr helyett be fognak hallgatni. Hát igen, sajnos ma a Sebestyén Balázs ez. ez. Ja, hát a Sebestén Balázsnak a reggeli Na, meg a, a boros, az, bocskor, bocskor a... boros bocskor voltak régen, akiket mindenki nem, mindenki Ezeket nem vágom. Hát mondom, mert te Mondjuk a Balázs is csak onnan vágom, csak, őt is csak onnan vágom, hogy egy-két ismerősömnél szóba kerülnek, hogy ők hallgatják őket. Úgyhogy minden esetben nálunk a rádió az még mindig egy, egy élő és viruló uh, iparág. Tehát azt mondhatjuk, hogy nálunk Magyarországon még mindig amúgy viszonylag sokan nézik a tévét, meg fogyasztják ezeket a hagyományos médiumokat. De egy olyan felmérésben, ahol azt nézték meg, hogy a, milyen a médiába fektetett bizalom, tehát hogy hány százaléka gondolja azt a lakosságnak, hogy a médiának a, a hírközlésébe bízni lehet. Ott az egyik utolsó országok között voltunk, 27 százaléka hiszi, hiszi azt a magyar embereknek, ez egy 2000 fős felmérés. Tehát. És ott jött ki ez, hogy 27%. Ah, Igen? Nem, csak szerintem az biztos nagyon érdekes, hogy megnézni, hogy máshol összehasonlító. Pontosan, hoztam két másik országot is, csak hogy összenézzük. A, az egyik az az Egyesült Királyság. Mert arra gondoltam, hogy hozok olyan országot, mert lehet azt mondani, hogy nálunk azért ilyen alacsony, mert a kormány uralja a médiát. Hát vagy azért, mert egy kormány igen? Nem, vagy mert alapból egy olyan társadalomban élünk, ahol kevésbé bíznak az emberek egymásban, nem? Ö, mondhatni, igen. De én épp ezért felhoztam az Egyesült Királyságot, ami 28 százalék. Nem is olyan nagy a különbség. Pontosan, és Franciaországot, ami 23. Tehát hát az Francia még rosszabb. még kevesebben ö, bíznak. Hozzáteszem, a Finnország volt az első között 56 kal csak úgy érdekességként. Tehát, és még ott is csak 56, nem? Igen, Tehát igen, azért... igen, igen, igen. Tehát azt hozzá kell tenni. Nem tudom, emlékszel, pár évvel ezelőtt beszéltünk arról, így ö, e, e, hoztad fel, hogy örülsz, hogy most már nem az ügyvéd a legutáltabb szakma, mert hogy kijött egy felmérés. Erre nem emlékszel? Erre nem is emlékszem. ki volt? egy felmérés, ezt aztán az esküvődön beszéltük amúgy. Ja, és mi, és mi lett a legutáltabb szakma? A, az újságírás. Ja, hát, jaj, tényleg, igen, most már emlékszel rá? rá. Igen, most már emlékszel. Na, ö, és hát ez, ez látszik a, a médiába fektet bizalomba is. Tehát, hogy miért van ez vajon? Tehát, miért érzik azt az emberek, hogy a média az, az megvezeti őket, vagy hogy, hogy megbízhatatlan, úgymond? Szerintem nagyon-nagyon sokat befolyásol ez esetben a formátum, a médiának a formátuma, ami mostanra szerintem kezd elavult lenni. Itt leginkább, hogyha komoly beszélgetésekről beszélünk, akkor a reklámok által behatárolt idősáv, az ezt nagyon, nagyon rongálja. Erre a tökéletes példa, ami egy friss műsor, és amúgy jó lehetne, az szerintem az öt. Végignéztem már több részt is, és úgy gondolom, hogy van benne értékes tartalom, de sokkal jobb lehetne az a műsor, hogyha nem lenne az a, az a kereskedelmi tévéformátuma, ahol négy perc ide, négy perc ide, négy perc ide, négy perc ide, kicsi valami egymás beszélt, tehát hogy ilyen nagyon kiszámítható egy idő után, és nagyon behatárolja a részlevőknek a úgymond, mozgásterét. De ez valamelyik televízióban megy? Mert én úgy láttam, hogy az interneten. Én csak a YouTube-on nézem. Igen, igen, de ez a televízióban szem, Aztán is. az ATV-ben megy amúgy. Ja, nem akarok butaságot aha. mondani. És akkor azért ja. van ilyen kereskedelmi tévés formátuma? Vagy hogy eredetileg kereskedelmi tévébe szánták? ATV, aha, atv, aha. ATV, ATV, ATV megy, igen. Aha. Annyi, hogy a fel a felkerül a YouTube csatornájára. Igen. Na, tehát abban a műsorban szerintem tökéletesen látni azt, hogy mennyire rongálja ezt az, az értelmes dialógust ez a formátum. Ez az egyik. A másik, és ez a legegyértelműbb, az a, a clickbait és a clickbait tartalomnak a teljes megőrülése az elmúlt időben. Ez főleg az elmúlt egy évben egyszerűen kiszúrja az ember szemét. Azért azt mondd el, hogy mi az, hogy clickbait? Hát, Igen. van olyan, aki még nem hallott a, ezt a szót. Hát a lényeg az az, hogy a cikkernek a címlapját minél szenzációdúsabbra, minél inkább reakciógerjesztőre csinálni, mégpedig arra a reakciója, hogy rákattints. Tehát, hogy akkor mondjuk le, hogy ez mit jelent rendesen, ez azt jelenti, hogy rákattintasz, betölt az ő oldaluk, és ezzel ők kapnak plusz egy klik, klikket, plusz egy engagementet arra a cikkre. Erről még majd később fogunk beszélni, de ez a clickbait forgalmat generál azáltal, hogy a címlap story az minél inkább forgalmat, tehát minél inkább arra, hogy rákattints. ez a clickbait. Pont a clickbait alatt lévő tartalom az, ami viszont aztán teljesen cserben hagy, úgymond ennek a háttere az szerintem izgalmas, ebben majd szintén később egy kicsit be tudunk menni, amikor a, hát a finanszírozásról beszélünk. Tehát... De várj, ez a clickbait, ez, ez nem csak a mainstream médiára vonatkozik, nem? Mert ugye most azt mondtad, hogy a mainstream médiának a problémáit, hogy miért nem bíznak az a emberek ebben. A ugye kezdted a formátummal. Igen. Tehát ugye a reklámok által behatárolt. Azt azt megértem, és alá is írom, Igen. hogy ez a mainstream médiának a problémája. De a clickbait, az nem csak a mainstream médiái, hanem ugye azoké is, akik a mainstream médián kívül gyártanak médiatartalmat. Tehát az inkább az internet úgy általában, bár jövően volt ennek egy egy olyan verziója, ami az internet előtti, tehát amikor az újságcikkek címeit, vagy a címlapon szereplő dolgokat veszed ilyen szenzáció a hajházra, hogy elolvassák az mm -hmm. emberek. Ez teljesen jogos amúgy, És a, beszéltünk is egy ilyenről még, amikor marketinget tanultam, hogy a, ahogy változik az idő, ugye a vásárlás az inkább élmény formálódik, mint vásárlását. És ugye erre kiváló példa az újság. Tehát, hogy olyan címlapot tesznek rá, hogy maga a vásárlás élménye. E Nyújtson örömöt. Azt is érdemes hozzátenni, hogy mostanra szerintem rengeteg médium az gyakorlatilag más médiumokat másol. Itt ezt még mindig a, a, az ilyen formai gyengeségeinek tartom. Tehát, hogy szerintem rengeteg médium annyit csinál, hogy az éppen trendi cikket egy másik médiumról átírja a sajátjára, kicsit átfogalmaz, és onnantól ott, tessék tartalom, tehát, hogy akkor azt lehet nézni. Ez csak annyit tennék hozzá, hogy csodálatos néha látni, amikor a HVG mondja azt, hogy a blik írja, hogy bla, bla, igen, bla. Igen, 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 ez az ilyen, egymást idézzük. Pont, erre gondoltam, hogy a média az gyakran olyan, mintha a média saját twitter lenne, tehát, hogy így, akik így egymást izé ítézgetik, meg riplájolgatnak, tehát egy ilyen, egy ilyen, belső ökoszisztéma, ahol valaki megkreál egy cikket, aztán az gyorsan szétmegy ebbe, a, ebbe az információs hálóba, mert a többi is lemásolja, vagy tesz rá még egy csavart a saját nézőpontja szerint, de az már egy másik történet. Tehát én összességében úgy gondolom, hogy ezt a fajta, ezt a fajta újságírást, ezt, ezt, ezt a, a, az újságok finanszírozásában kell keresni, is ennek az okát. Üh, és itt ami leginkább szembetűnő, az az, hogy ezek a médiumok vállalati büdzsékből élnek, tehát reklámbüdzsékből élnek, túlnyomó részt, és ezek után érthető, hogy miért nincsen értelmes, valós problémákról dialógus. Tehát hogyha mondjuk érdekes lenne, ha Magyarország gyógyszer túlfogyasztásáról beszélnének az egyik műsorban, ahol aztán a reklám szünetben lemegy annak a gyógyszergyártónak a rekláma. Nem? Ez ilyen szürreális kicsit. Igen. Tehát érthető innentől, hogy miért nem beszélnek ö, ilyen vagy ilyen nemű problémákról ezekben a vállalatokban, pusztán azért, mert az, az érdekük az nem úgy kívánja. A, ezen felül, vagyis hát ez, ugye ez kifejezetten a tévére értendő, de szerintem az online médiában is ez a fajta engagement hajszál, hajszolás, tehát ahol, a, ahol azzal adod el az újságot, hogy milyen forgalmat tudsz generálni, mert egy megtekintés számít 0, nem tudom, hány forintnak. nem pont így van, de az a lényeg, hogy egyértelműen a klikkeknek a száma, tehát az, hogy hányan adtak rá a cikkre, az meghatározó abban a bevételben, amit az a, az, az újság szerez. Na most innentől adja magát, hogy a prioritás az a tartalom mennyisége lesz, nem pedig annak minősége. És én nem tudom itt az újságírókat hibáztatni valamilyen szinten, mert el tudom képzelni, hogy fölötte is ott áll egy főnök, aki azt mondja, hogy neked ki kell nyomni ennyi meg ennyi cikket. De kész. Ennyi cikket kell én és hogyha azokat, tehát hogyha mondjuk azt mondják neked, hogy le kell adnod 20 cikket egy héten, nem tudom, őszintén nem tudom, hogy milyen az újságírási ipar, tehát nem tudom, hogy ezzel mennyire lőttem mellé, de akkor milyen, milyen minőségű cikket tudnál írni egy hét alatt 20 -at? Tehát, hogy a mennyiség az, ami a finanszírozásban számít, mert arra szerzed a klikket. És szerintem azáltal, hogy ezt, a, ezt az idatlan mennyiségű nevezzük hírnek híreket kinyomják, azáltal automatikusan leje fog menni a minőség. Én úgy gondolom, hogy ez a motivációs rendszer magától szüli ezt a fajta médiát. Csak hogy, mert ugye beszéltünk uh -huh. a pont az előbb a motivációs rendszerről, és Innentől Bocsáss meg, tehát hogy, magyar hogy magyar. még egyszer, csak, csak egy, egy egyszerű mondatban, hogy tehát azt mondod, hogy mivel egyrészt reklámokból jönnek a bevételek, másrészt pedig uh, folyamatosan létre kell hozni a kontentet, ugye a tartalmat. Mert az, híreket, vezet a, az vezet a több reklámbevételhez. Igen, igen. Mert ugye az vezet a több reklámbevételhez, ezért jönnek azok az azok a médiatartalmak, amik rossz minőségűek. Ö, igen. Azt és és, és egyszerűs, mind ö, nem is lehet bizonyos témákról beszélni, mert hogy a szponzorokat sérteni. Igen, igen, lényegében. Aha, Lényeg. világos. Uh, és akkor itt a profit motivációra térünk vissza. Tehát, hogy szerintem az egy érdekes kérdés, és ezt már többször is ö, mondtam, hogy szerintem úgy kell gondolkozni a, a, a szabad piacról, hogy meg kell néznünk azt, hogy melyek azok a dolgok, amik, ö, amik túlságosan hogy mondjam, fontos szerepet töltenek be a társadalomba ö, ahhoz, hogy a profit ö, motivációt meghagyjuk azokban az iparágokban. Na most, itt van egy új gazdasági irányzat, ezt ö, szokták mondani ilyen új újvállalat formátumnak, ahol a profit az nem a cél, hanem az eszköz. De jelenleg nem ezt éljük, tehát a profit a cél, és az eszköz ezeknél az újságoknál, meg ezeknél a médiumoknál, az az, hogy minél több embert érnek el, azért, hogy minél több profitot termeljenek. Ez azért fontos, mert innentől kezdve a tevékenységnek a minősége, és hogy igazából mit érsz el vele, az nem számít egész addig, amíg a valós célt, a profitot behozza. Tehát én úgy gondolom, hogy a profit motiváció erre az iparágra megint csak nagyon torsz hatással van. Most lehet, hogy szeretnél még beszélni egy picit később valamiről, de azt már is felvetném, hogy mondjad, mondjad. az az egyik lehetőség, hogy a piacból él idézőjelben az adott média, cég, és, és reklámok kellenek neki, stb., és ez már önmagában problémás, hogyha tényleg úgy van, amiket most mondasz. A másik lehetőség viszont az, hogy valamilyen politikai párt, vagy irányzat, vagy szervezet szponzorálja, és akkor pedig kicsit más a helyzet, mert ott megvan egy, egy, egy politikai agenda, Igen, ugye, amit követnie kell. Tehát igazából ez egy másik opció, hogy amellett, amit mondtál, nem tudom, hogy ez így felmerült-e, vagy, vagy még később jönne esetleg. tehát erre gondoltam, igen, hogy, hogy az se sokkal jobb, hogyha állami kézbe kerül, mert akkor meg általában igen. már, tehát azért azt látjuk, hogy az sem az igazi. De tehát azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megoldani ezt, erre majd egy kicsit később rá fogunk térni. Na most miért, miért, miért gondolom azt, hogy bele kéne nyúlni a médiába? valamilyen formában. Miért, miért, miért van ennek jelentősége? Miért ilyen fontos a társadalmúban a média? Szerintem azért, mert óriási hatás gyakorol a közvéleményre. Szerintem nem tudom, hogy ezt mennyire lehet vitatni, szerintem nem igazán. Ha ja, már persze, csak... Még, még, már csak azért se lehet vitatni, mert még a 90-es és korai 2000-es években, amikor nem nagyon volt internet, vagy csak, csak gyerekcipőben járt, akkor Ugye egyes politikai pártoknak a, ö, elsősorban a jobb oldalon az volt a fő problémája, hogy nem voltak olyan ö, újságok és csatornák, akik ö, inkább hozzájuk kötődnek. Tehát, hogy van, mit tudom én, függ, idézőjelben független baloldali média, sőt, csak az van a 90-es években, akkor miért nincsen idézőjelben független jobboldali média? Tehát, ö, ö, de az is igaz, hogy Ebben a szituációban is tudtak választást nyerni jobboldali pártok adott esetben. Mm -hmm. Összességében szerintem ami, tehát amilyen szinten meghatározza olyan a közvéleményt, az az, hogy mik azok a viták, mik azok a dialógusok, mik azok a gondolatmenetek, amik úgymond elfogadhatóak egy társadalmon belül. Abszolút. Tehát a, itt most visszatérnék, ezt már korábban említettem neked az, az Overton ablakot vagy Overton Window. Ez micsoda? Ez a uh, definíciója szépen úgy hangzik, hogy az elfogadott, a társadalom által elfogadott politikai, uh, vagyis politika egy adott pillanatban. Tehát hoztam egy példát, csak hogy, uh, csak hogy könnyen átélhető lehessen. Igazából a, az Overton ablak meghatározza a felmerülő viták spektrumát, és elhelyezi azt egy, ugye képzeld el magad előtt a, egy szabályos jobbalt, és indul onnan, hogy a vita elképzelhetetlen, radikális, elfogadható, észszerű, népszerű irányelv, és aztán ugyanez a másik irányba. És ez, a, ez, az a, ez az ablak, ami úgymond behatárolja az elfogadható vitát. Csak hogy egy aktuális példával éljek, tegyük fel azt a problémát, hogy a vakcináknak milyen ára van. Ez egy politikai probléma. Úgy érzem, és ezen belül meg lehet vizsgálni az Overton ablakot. Tehát, hogyha az az irányelv, ami most van, hogy elfogadjuk a vakcinák árát, igaz? Tehát, amit mond a vállalat, azt kifizetjük. A népszerű, az szerintem az lenne, hogy államilag vagy nemzetközileg szabályozzuk a vakcinák árát. Szerintem, hogyha ezt szavazásra bocsájtanák, akkor szerintem ez így ebben a formában nyerne. Az észszerű, az szerintem, persze itt. Tehát ezeket én találtam ki, ez nincsen semmi papírban eh, írva, hogy, hogy ez így kapcsolódik. De az észszerű az szerintem az lenne, hogy ne legyen profit a vakcinákon. Ez az, ami ez emellett elég magabiztosan lehetne érvelni szerintem. Hát akkor a, a, az ár az az, hogy a gyártási költségeket fedez. Igen, pontosan. Az elfogadható, és ezt csak azért mondom, hogy elfogadható, mert volt erről cikk. Ebben a témában még volt cikk, az az, hogy szüntessük meg a szellemi vagyont a vakcinákra. Már ugye a szellemi tulajdonjogot? E, úgy értettem, bocsánat, igen, 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 a, a, Pontosan. Ezt azért, ezt azért mondom az elfogadhatóba, mert erről jött lezik a Szerintem ez már inkább. Igazgatója. Tényleg? Igen. Mert ez már inkább egy kicsit ilyen rendszerkritikus dolognak tűnik nekem. És akkor utána jön a, a radikális, az az, hogy szüntessük meg a szellemi tulajdont a szellemi Ez a szellemi Ez az, amit, amit angolul úgy hívnak, hogy intellectual property, property igen. és ezt magyarra úgy szokták fordítani egy szellemi tulajdonjog. Igen. És az elképzelhetetlen, ugye az a legszélső, az az, hogy államosítsuk a gyógyszeripart. Tehát, hogy, hogy és akkor érted, amin, amin gondolkodtam amúgy, az az, hogy a másik irányba nem tudtam tovább vinni. És szerintem azért nem, mert annyira annyira jobbra van tolva, a, vagy, vagy annyira a piaci szabadság irányába van tolva ez az ablak, hogy, hogy, igazából azt se tudom, hogy hogyan menne tovább. Tehát, hogy elfogadjuk esetleg, tehát, hogy mi lenne még ennél is durvább, hogy elfogadjuk a vakcinák árát. A, a, még mi fizetünk rá extra vagy nem tudom. Tehát, ja, igen, <laughs> igen, igen, igen. Na, tehát az a lényeg, hogy szerintem a média az ezt, a, ezt az Overton ablakot, ezt igenis belőli, Azáltal, hogy milyen politikusokat interjúztat meg, milyen gondolkodókat interjúztat meg, milyen embereket, milyen embereket tesz a közvélemény elé. Tehát, hogy Ezáltal a szelektálás által a médián keresztül ö, lesz ez, a, ez a, az Overton meghatározva. Ö, és a másik, ami még számomra érdekes, az az, hogy milyen hatással van a média a világképünkre. Tehát, hogy, hogy pusztán azáltal, hogy milyen híreket olvasunk, meg, mi, meg milyen világképet kapunk a médián keresztül, mert Hiába tudunk rengeteget a világról, legyünk őszinték, amit biztosan tudunk, az a mi közvetlen környezetünk gyakorlatilag, vagy a nagyon közeli környezetünk. Tehát az a kép, amit a világról valamilyen szinten gondolunk, az általában a médián keresztül ö, lesz átadva nekünk. Hát és... Tőle, vagy mondjuk az is elképzelhető, hogy sokan általánosítják az ő közvetlen környezetüket? Tehát ez na is nagyon sokszor előfordul, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt láttam, és elképzelem azt, hogy ez, akkor, ezt akkor minden, mindenhol így van, vagy mindenki így látja, stb. Nem öh. mindegy, ez, ez egy kicsit, kicsit, a... kicsit talán félreérthető. Igen, vizre. igen, azt gyakran mondtam, hogy rengeteg ember van, akinek a világ addig tart, addig lát. Tehát, igen, hogy igen, nincsen, igen. nincsen mögöttes tartalom, tudod, hogy az van. Igen. Én, én a, ami az első dolog, ami eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam, az az, hogy az a világ, amit a média lefest nekünk, az, az, ilyen, az többnyire érdektelen, szerintem. Vagy katasztrófába tart, mert ugye az, az inkább a clickbait, tehát az a szenzációájházt cím. Igen, igen. Tehát az igazából nem feltétlenül hír, amikor valami érdekes vagy jó bejelentés van, hanem, mit tudom én, az már egy hír, hogy Putin megfenyegette Magyarországot, és akkor ott beidéznek egy teljesen irreleváns, érdektelen mondatot Putyintól, ami senkit nem érdekel. Igen, erre amúgy volt egy kutatás, sajnos, és ez, ez, ez nagyon érdekes, ahol megnézték, hogy melyik, milyen nemű hír terjed gyorsabban a social médián. Pozitív és vagy negatív? És van egy tippel. Van egy tippel, ugye? Tehát Igen. A, a negatív uh, hír, vagy ugyabból a negatív tematikájú poszt az jobban terjed a social media sokkal gyorsabban. Ami egy szomorú dolog, de ez van. A másik, ami, ami főleg az elmúlt egy évben volt nagyon tapasztalható, az az, hogy megérthetetlennek festi le a világot a média, nem? Tehát, hogy én úgy érzem, hogy, hogy azáltal, hogy nincsen szó arról, hogy egy cikkben kik a részvevők, úgy igazából kik, kik az érdekeltek abba, ki az, aki esetleg jól jár, rosszul jár, vagy egyáltalán, egyáltalán gyökeresen ellentmondó cikkeket tesznek ki, tehát ez se ritka. Ja, tehát úgy, mert csak azt akartam volna mondani, hogy erre a megérthetetlenségre tudsz hozni egy példát, de akkor úgy érted a megérthetetlenséget, hogy egymásnak ellentmondó véleményekkel találkozol? Nem, nem, nem. Úgy értem a megérthetetlenséget, speciál a koronavírus példáján belül, ezért mondtam, hogy az elmúlt egy évben volt ez nagyon szembetűnő. Úgy úgy, hogyha a médiát követed, akkor úgy érzed, hogy ezt a vírust egyszerűen nem lehet megismerni. Tehát, hogy egyszerűen nem tudunk róla. De ez valószínűleg egyébként nem az, hogy feltétlenül hogy így van, de van benne valami. Tehát, és te, hogyha, alapból... hogyha elveszünk a, 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 az ilyen legkisebb arányokba, akkor igen. De hogyha számításra veszük az arányokat, akkor szerintem azért, azért lehet következtetéseket levonni. Ja, és, igaz, és hogyha az ember tudományos oldalról követte ezeket a hát, dolgokat. Ugye ebben az esetben én, én viszont erre azt mondom, hogy akkor de ezt, ezt nem feltétlenül a médiától érdemes várni, hanem minimum a, a tudományos ismerett terjesztő, vagy terjesztő, vagy a tudományos folyóiratoktól. Hát itt igen, itt, itt közben jön az, hogy, hogy ezeket le lehet-e... Megfelelően, megfelelően kommunikálni, igen, igen. Meg, tehát hogy le lehet őket megfelelően kommunikálni ezeken a médiákon keresztül. Amúgy a médiákon milyen keresztül. jó már az, hogy az az, az embernek először az eszébe, hogy lebutítani, vagy legalábbis nekem így ez, ez az, ez tehát a, de, de tényleg amúgy, azt az hozzá kell tenni, hogy amit mi csinálunk, az az, hogy lebutítunk, még itt is. Uh, igen. Tehát a, a saját szintünkre igen, szállítjuk igen, igen, le ilyen. a dolgokat. <gül> <gül> lerángatjuk őket, igen, inkább igen, azt igen. mondanám. Lerángatjuk és lerántjuk a sárba, aztán pedig rájuk, döngöljük a sarat és a földet és a port. Democskoljuk őket. <laughs> Pontosan. Uh, és aztán rögünk rajta. <laughs> a, a másik, ami, a, ami szerintem amit szerintem nagyon rosszul ad le a média, az a, az a felelősség. Hogy, hogy, hogy hol, hol keressük a felelősséget azokért a hibákért, vagy azokért a katasztrófáért, amiket ők leadnak. Pont a, pont a most megint a koronavírus kapcsán például, tehát, hogy itt is a felelősséget azt ők egyértelműen az államokra tolták, hogy ezt kezelni kell, és és azt pontosan tudjuk, hogy az első hullám alatt azok az államok, amik nem kemény kézzel léptek fel a koronavírus ellen, azok szét voltak szedve a médiában, hogy gyakorlatilag gyilkosok ülnek ott a kormányba. Tehát a, én úgy érzem. Azóta nem... ez hogy változott? Hát inkább csendben maradnak. Én úgy tudom, hogy itt Svédország az, ami ugye kifejezetten érintett. Svédországot azt nagyon leoltották. Hogy Svédországon kívül volt bárki más, aki úgy hasonlóképpen kezelte ezt? Európában amúgy nem, nem igen, én úgy tudom. Ukrajna, de az ugye nem érdekel senkit. Hát az, de ez az, az sz... szerintem ők úgy voltak vele, hogy nem foglalkozunk olyan ja, nagyon. Ja, hát ugye így voltak vele a brazilok is, ők most azért annyira nem járnak jól. Ja. De összességében én rengetegszer úgy érzem, hogy a, hogy a társadalmi problémákra Általában rossz, rossz felelőst vesz, vesz elő a média, vajon miért? Ugye? <laughs> de a másik, ami, ami, ami feltűnt, hogy még hogyha a gazdaságról is beszélnek, ami azért nem olyan gyakori, akkor azt általában javaslatok nélkül kritizálják. Tehát csak annyit mondanak, hogy szar minden, és köszönjük szépen a figyelmet. Tehát, hogy azzal, azzal legyél tisztában, hogy a dolgok romlanak, de hogy azon, azon, azon vannak olyan ötletek, amikkel lehetne javítani, azt már nem fogjuk elmondani. A másik, ami amilyen hatással van, azt szerintem ez a teljes túltöltődés. És amúgy megértem, hogy sokan aztán teljesen a... Ja, hát volt a, egy a, időszak, igen, amikor a én igen. a Facebook news feedemet, tehát ezt a falamat, azt úgy állítottam össze, hogy az összes olyan embert, aki érdektelen dolgokat ír ki, letiltottam, és helyette minden nagyobb nemzetközi újságot, tehát New York Times, Guardian, Indian Times, ugye a Japánoknál Keizai Shimbun, mit tudom én, németeknél angol nyelvű, az, az angol nyelvű változataik a nagyobb német újságoknak, tehát ilyeneket követtem. Aztán utána, igen, eldöntöttem, hogy ez különösebben nem, nem Érdektelen, el, nem? Igen, igen, érdektelen, <laughs> Tehát, és ezért, ezért Igen. Ezt azt hiszem Chomsky mondta, hogy a, úgy tudsz társadalmi passzivitást, azt hiszem ez volt a pontos szó, úgy tudsz társadalmi passzivitást elérni, hogyha nagyon szoros kereteken belül nagyon élénk vitát engedsz. És így a médiában azt érzed, hogy vita az úgy van, tehát hogy vannak eltéri véleménykülönbségek, meg ilyen, ilyen nagy, nagy összecsapásokról hírek, ez a tegyük fel Magyarországon a lánc esete, ami kikergetett a, a, világból, hogy egy-két médiaciklus arról szólt, hogy na, akkor finanszírozni fogja a kormány a hídot, vagy sem. Tehát, hogy a nap végén ezt téged, meg, meg engem, meg igazából minket nem, nem érint úgy. Tehát annak ellenére, hogy egy nagyon élénk vita, igazából egy, nagyon, egy, egy, olyan spektrumban van beszorítva, ami számodra, meg számodra is érdektelen. Nem is érdektelennek kéne lennie. Uh, és ezzel, ezzel, igazából végére is értem a sanyarú valóságnak a, a taglalásáról, úgyhogy esünk túl rajta, lépjünk túl rajta, söpörjük félre, és nézzük meg azt, és aztán talán izgalmasabb lesz számodra is, hogy mi lenne a média igazi feladata. Tehát, hogy milyen szerepet kéne betöltenie a médiának. Nekem az, az első gondolatom az az, hogy a hatalomnak a számon kérése, annak bármilyen formájában kéne lennie így a, az, az ideális tevékenységének. Világos, Úgy, teljesen egyértelmű. A, ezen felül én a tisztességtelen és erkölcstelen viselkedés köztemlére bocsájtását is ide tenném. Tehát erre egy tökéletes példa, hogy amúgy ez működik. Az ott van Berki Krisztián, aki hónapok óta ugye pereskedik Puzsérral, igazából senkit nem érdekelt, tehát nagyon annyiba, hogy ez egy Puzsér és Körei által ismert vita volt, meg talán még pár újság látta egyszer-kétszer. Aztán volt egy esemény, hogy Berg Krisztián büntetőfékezett. Ez egy sokkal átérhetőbb igen. E, probléma az az emberrel, mint az, hogy megpróbálja a másiknak a szólásszabadságát, ugye, porba tiporni, és arra viszont már teljes kiakadás, e, teljes e, düroham kapta a tömegeket. A másik, ami szerintem nagyon-nagyon eszenciális, az, az az újságírási integritás, ami egyértelműen kihalt az utóbbi időben. Tökéletesen látszik a én speciál indexet olvasok, nem, nem örülök, de nekik van a legjobb telefonalkalmazásuk szerintem. Tökéletes példája annak, hogy hogyan tereli a legkönnyebb választás az, az embert egy bizonyos irányba. És náluk látni azt a példát visszatérően amúgy, hogy van egy cikk, aminek a címlapjában benne van az, hogy hogy is volt, mondjuk a, a, az AstraZeneca vakcina növeli a vérőképződés esélyét, és rögtön alatta az van, hogy a, folytatják az a vakcinával az oltást, mert nem csökkenti a vérőképződésnek az esélyét. Most ez egy példa, de a lényeg az hogy simán láttam olyat, hogy két tökéletesen egymással ellentmondó cikk egymás alatt volt. Tehát itt nem beszélhetünk bármilyen, semmilyen újságírási integritásról, hogy ők, ők bizonyos híreket közölnek, uh, hanem, hanem, arról beszélünk, hogy megkérdeznek egy-egy uh, ilyen egy-egy valami szakértőt, és annak a, a véleményét leírják, úgyhogy hogy a címlapban, mint hogy az tény lenne. Ez, ez, a másik, ami szerintem egy borzasztó dolog, hogy megkérdeznek szakértőket, azok elmondják a véleményüket, és noha a cikkben már véleményként van leírva, maga a címlapban az nem szerepel, hogy, hogy ez valakinek a véleménye. Ott úgy van leadva, hogy ez a vakcina vérrögöt okoz. Aztán lemész, és azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy nagyobb az összeg, tehát kiforgatja így az emberek mondandóját. Szerintem ez az egyik legnagyobb ok, ami miatt az emberek elvesztették a bizalmukat a médiába, mert nem egy olyan eset van, főleg, de nyugaton is, meg nálunk is, hogy a média az, az egy, egy kontextusból kiragadott, teljesen uh, direkt félreértett uh, szituációt lead, mint hír. Azért, mert arra kapja a kattintást. Tehát, hogy itt, itt, itt látjuk azt, hogy hogyan fertőzi meg a a profitorientáltság ezt a, ezt a fajta médiát, újságírást. A, a, másik, ami szerintem igazi feladata lenne, az a társadalmi és strukturális problémáknak a feltárása. Vagy legalábbis arról írni. Tehát erre, erre mondtam azt, hogy olyan témákról írnak, amik mind, mindkettő számunkra teljesen érdektelenek, meg távoljak, mert, mert nincsen, nincsenek kihatással a mindennapi életünkre. De írhatnának a gyári munkásoknak a, a munkakörülményeikről, írhatnának az oktatásnak a összeomlásáról, meg annak a minőségéről, meg hogy, meg hogy milyen osztálytermek vannak, milyen, milyen kórházak vannak. Tehát, hogy lehetne, lehetne az embereket szembesíteni a valós problémákkal. Egyébként a, most ezeken az ilyen infrastruktúra problémákon kívül, amiket itt felsoroltál, hogy oktatás minősége, meg gyári munkások. Az ilyen dolgokat szerintem eredetileg a szociológusok, meg antropológusok, tehát az ilyen társadalomtudósok csinálják, vagy csinálták, vagy csinálhatják. Tehát érdekes, hogy ezt a, a feladatot ezt ezt a médiának adnád, és én érteni vélem, hogy miért. Azért, mert ha ír egy antropológus egy könyvet, azt mondjuk elolvassa tíz ember a szakmában, és olyan nagyon-nagyon nem, nem jut el sok helyre. Ha viszont egy tényfeltáró újságírás keretében születik erről egy cikk, az nagyobb eséllyel jut el nagyon sok emberhez. Pontosan. Tehát ezzel tudnák úgymond ezeket a problémákat bele, ö, belevinni a köztudatba, és ezáltal valamilyen változás felé mozgatni a, a, a közvéleményt. És, a, és, és pont innen az utolsó feladat az, az hogy, hogy nem kiszolgálnia kéne szerintem a közvéleményt, hanem hanem ö, hanem valamilyen szinten formálni azt. Erre egy érdekes példa, hogy én például nem ellenkezem azzal, hogy a kormány média az egy bizonyos értékrendet képvisel. Ez engem nem zavar. Tehát mondjuk azt, hogyha valaki hallgatja a Kossuth Rádiót, a Kossuth Rádiót, akkor műsorok vannak, gyerekvállalásról, tehát a gyerekvállalásról, keresztény közösségekről, és aztán mellette ott vannak a hírek, meg egy-két olyan műsor, ami viszont azért keményen belevág a másik oldalba, azokat, azokat úgy, van, nem támogatom. De azt, hogy a média valamilyen értékrendet képviseljen, és azzal kapcsolatos tartalmat gyártson, az szerintem teljesen rendben van, és még valamilyen szinten szükséges is. Egyébként már csak azért is, mert azért a különböző médiumokról az emberek többnyire tudják, hogy milyen irányvonalat képviselnek, nem? Tehát... Persze, persze, persze. Hát kivéve az újságírók, ugye? Tehát akik ugye <laughs> úgy tesznek, hogy ő, ők csak a tényeket. Nőle, ők csak nőle. a tényeket. E és akkor ide is térünk igazából a végére, hogy mi az, amit tenni tudunk azért, hogy ez, ez változzon. Most én továbbra is rendszer szinten gondolkodok. Hogyha, hogyha a véleményedből indulunk ki, szerintem, de javíts ki bármikor, akkor arra kéne törekedni, hogy minél kevesebben kattintsanak rá ezekre a clickbait cikkekre, valamilyen szinten zárják ki ezt a fajta ö, hírfogyasztást, ezáltal, Visszavetve ezeknek a forgalmát. Nem, hát végül is ez, ez az egyik opció ö, egyébként a különböző okos eszközökkel kapcsolatban is, hogy az ember legalább szabjon meg magának egy időintervallumot, amelyen belül inkább leteszi őket, és valami más értelmesebb dologgal foglalkozik, például felszántja a kertet, vagy valami ilyesmi. Ö, igen, ez, ez, ez mondjuk egy egy lehetőség. De ez nyilván a te életedben jelent változást, vagy már alapból azzal, hogy felismered, hogy én mióta például nem követem az összes hírt, a lényeges dolgok úgyis eljutnak hozzá, mert hallom az ismerősöktől. Tehát nem jelent tényleges változást az, hogy valamit nem követek. Amit követek, azok inkább ilyen infotainmenthez kapcsolódó, és, és nem, a, nem a mainstream médiának a. A, a, a hírei vagy cikkei, hanem olyan műsorok, amiket olyan emberek készítenek, akik egyrészt e, tudósítanak arról, hogy XY dolog történt. Én az adott ember. E, őszinteségében és elkötelezettségében megbízok annak alapján, amiket az elmúlt x évben mondott. Úgyhogy neki igen, elhiszem, igen. hogy ez ezt teljesen hallott, teljesen tudok ez én is rengeteg ilyen és, és akkor ő elmondja a véleményét, amivel nem feltétlenül értek egyet, de, de, mondjuk, de, mondjuk, legalább elmondta, és emellett még szórakoztató is. Tehát, ha nekem van médiafogyasztásom, akkor az így néz ki. Ez nekem is az, az, az felül. Ha már csak az indexről kellene lejönni, az, ja, az igen, olyan, igen, mint igen. a drog, az, az nehéz. Hát nehéz. index, meg van a news voice, ami egy ilyen, hát ilyen, ilyen, ilyen újságap, tehát ja. nem, nem önmagában önálló média, hanem így összegyűjti a külföldi újságokat, és azokat így összesíti neked. Úgyhogy visszatérve, szerintem az első és legfontosabb az lenne az újságírás szempontjából, hogy vissza kéne térnie a nyomozó újságírásnak, Á, az, vagyis oknyomozó. Az, az oknyomozó újságírásnak az nap, igen, igen. Ez abszolút így van, ugye? Tehát én úgy látom, és ez főleg az elmúlt egy évben volt nagyon feltűnő, bár akkor koronára lehet fogni, de hogyha egy újságíró otthon marad a, koronavírus miatt, ne, ne haragudj meg, akkor, akkor nem biztos, hogy újságírónak kellett volna menni. Én, úgy igen. gondolom, hogy az újságírással jár egy integritás, egy, 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 egy rizikóvállalás, egy valamilyen szintű szembebeszélés a hatalommal. Uh, amiért viszont rizikót válasz. És jó, persze megértem, hogyha valakinél uh, ez, ez komoly probléma. Tehát összességével vissza kéne térnie szerintem a nyomozó újságírásnak. Amit látni, például a mostani uh, utóbbi pár hónapban is, az az, hogy elmennek, vagy nem mennek el, bocsánat, hanem megkérdezik. Megkérdezik ezt a kórházigazgatót, hogy ebben a kórházban mi a helyzet. Kiírnak ki egy válasz e aztán Rögtön utána megkérdezik a magyar orvosi kamarát arról, hogy mi a véleménye erről a levél. Tehát, hogy ilyen, ilyen intézményeknek a PR osztályával kommunikálnak, és aztán azokat leközlik hírként, otthonról, a kanapéról. Tehát, hogy ezzel nem leszünk előrébb. Ezzel, ezzel nem, nem, jutunk oda a valós okokra, hanem a, a különböző kifogásokat kapjuk, vagy a különböző magyarázatokat a különböző intézetektől. Ahelyett, hogy ahogy én elképzelem, az az old school újságírás, hogy ismerek egy valakit, aki ismer egy valakit, aki ott van a kórházba, és akkor be tud téged vinni. Vagy, tehát, hogy lehet, hogy ez már teljesen kihalt a, a mai újságírásból, de én így képzelem el, és úgy gondolom, hogy a valós problémákra, meg a, valós, a valóságra így lehetne rábukni, úgymond, vagy rátalálni. Ezen felül, és ez izgalmas, nem tudom őszintén, hogy Magyarország ezen a téren hogy áll, a kiszívánoktatóknak a védelme. Azt nem tudom, hogy nálunk hogy áll. Rosszul. <laughs> Én úgy tudom, hogy <laughs> rosszul. Aha. Mert ez megint csak szerintem egy, egy, egy alapillére a médiának, hogy, a, hogy, az, aki olyan információt szívánoktat ki valamilyen hatal, hatalma rendelkező intézményből, ami egyértelműen tisztességtelen vagy elköstelen, akkor az védve legyen. Ez, ebbe ugye Amerika nem, nem jeleskedik finoman szóval se. senki nem jeleskedik. És általában senki se, ez is igaz. A, és a legfontosabb szerintem, az megváltoztatni a finanszírozását ezeknek az újságoknak. Úgy gondolom, hogy ebből erednek a problémák. Tehát, mint mondtam, hogyha ilyen tempót diktálnak egy újságnál, hogy ilyen gyorsan kell kiadni a cikkeket, mert az generálja a bevételt, ott szerintem ez magától jön, ez a fajta minőségtelen tömegcikk írás. És itt, itt egy kicsit gondolkodtam amúgy, hogy milyen lehetőségek lehetnének, és ezek ezek ötletek, tehát hogy ezeket, ezeket a közben találtam ki, hogy, hogy ezt a dokumentumot kitöltöttem. A, az egyik, amire gondoltam, és erre kíváncsi hogy, hogy mi a véleményed, az, az adódnak egy bizonyos százalékával, tudod, mint ahogy, mint ahogy támogatod az egyházakat, vagy a különböző szervezeteket. Aha. Mondjuk adód egy, egy, százalékával, lehet, hogy egy kicsivel több adót két százalékával finanszírozod az újságot. Innentől még továbbra is állami finanszírozásban marad, Igen. mert az adón keresztül megy a finanszírozás, de mégis demokratizálod a finanszírozást azáltal, hogy, hogy azt rendesen ki kell jelölni az embernek, uh -huh. hogy ő melyik újságot szeretné támogatni. Uh -huh. Persze, ez hozzá kell tenni, mert ez az egész azzal kezdődik, hogy a reklámbevételeket, tehát hogy ezt, ez ezt föl értem, mert annyira alapnak tűnt, <laughs> hogy, hogy a reklámbevételeket, azokat, azokat valamilyen módon meg kell szüntetni, vagy, vagy, vagy marginálissá kell tenni. Tehát, hogy nem, nem, az, nem, lehet az a meghatározó pénzügyi háttere ezeknek az újságoknak, meg, meg médiumoknak. A másik, ami szerintem izgalmas lenne szabályozni, az az, hogy a véleménycikkeket véleménycikkekként kezelni, szabály, tehát, tehát szabályszerűen. Már akár a cikknek a címlapjában jelezni, hogy ez ez egy nyilatkozat. Tehát, Aha. hogy ez valakitől egy nyilatkozat, amit most éppen itt továbbadunk. De tehát, hogy nem csak azt, amit néha szoktak, nem, nem feltétlenül a, a címben, hát hanem ha hogy, hogy ott opinion, feljúlott vagy vélemény. Igen, igen, igen. De, de, de nem csak azt, amit az egyes újságíró ír hanem amikor valakinek amikor... a nyilatkozatát Pontosan. közvetíted. Igen, és mi van, hogy keverik? Hogy újságíró és nyilatkozat? Hát, hogy nem, nem, nem az, hogy az újságíró véleménye, hanem megszólaltatnak valakit, egyébként írnak valami mást, ami nem az ő nyilatkozata, aztán írják egy másik embertől, Én, egy, tehát ír, írnak egy másik embertől egy idézetet. Azt mondanám, hogy a címlapban, amit leírnak. Tehát, ha a címlapban a nyilatkozatból szednek, uh -huh. akkor írják oda, ha pedig a cikknek a valóság részét, vagy nem tudom, a saját, ö, a saját kutatásaikat közlik, Aha. és az van a lábban, tehát ha azzal teszik ki, akkor az viszont, viszont oké, okay. uh -huh. tehát akkor az, az mehet tényként. Az mondjuk szerintem teljesen jó ötlet, hogy kötelezően előírni azt, hogy vélemény legyen ott a címben. Akkor is, hogyha mondjuk ugye azt is tudod ezzel mondani, hogy azért egy, nem mindegy, hogy kinek a véleménye tudod? Igen. Tehát, hogy mondjuk a... Pont rossz példa, mert most már minden intézményben elvesztettük a bizalmunkat, de tegyük fel, hogy jól működik a dolog, és akkor egy tiszti orvosnak a véleményét, azt ugyanúgy véleményként jelölöd, mint, a... mint valami megkérdezett orvosnak a véleményét? Hát jó kérdés. Itt, itt, az jön elő, hogy nyilván vannak emberek, akik, meg, akik valamilyen szakmai kérdésről nyilatkoznak, annak hajlamosabbak vagyunk hinni azért, mert nekik van egy kifejezet tapasztalatunk tekinteli. Igen, igen. Igen. Ugye nem felt, ne, vagy jó esetben nem tekinti elvűség, hanem, hanem tekinti, amit kiérdemeltek. Úgyhogy nem tudom, de ez egy minden esetre maga az, hogy hogy jelezni azt, hogy, hogy véleményről van szó már a címben. Ez szerintem egy érdekes felvetés. Igen, és a másik, ami még eszembe jutott, ami szintén érdekes lehet, az, az hogy ezeket a médiumokat hát besorolni. Tehát, hogy különböző médiumokra különböző szabályozást tenni. Ezt azért mondom, mert egyértelműen van olyan médium, aminek a társadalmi jelentősége az elenyésző. Tehát most itt legyenek ilyen receptkönyvek, ilyen nőklapja magazin, <tosz> 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 úgy értem, hogy a politikára jelentéktelen, tehát hogy nem, nem, a, nem, a, nem, olyan hírközléssel foglalkoznak, mint mondjuk egy-két más médium, és hogy az alapján szabályozni, tehát hogy külön hogy melyek azok a médiumok, amik, amikre ezeknek a komoly szabályoknak vonatkozniuk kell, és melyek azok, amik pedig aztán szabadon írhatnak bármiről, mert, mert igazából senki nem érdekel, hogy egy receptnek elírod el az összetételét, vagy hogy... És mi vonatkozna a politizáló bulvárra? ami Magyarországban elő előfordul. Hú, hát ez egy depresszív dolog. <laughs> Lehet, hogy ez egy külön És pont az, kell az indexet olvasom, azt hozzá kell tenni, ami Itt ennek az a... Az index egy politizáló bulvár? Jó, csak azért mondom, mert... Mondom ha a tökéletes akarom... példát, gyorsan még mondjam. mondom a tökéletes példát. Meghalt Fülöp Herceg. Jó mondtam? Igen. Jó, mert csak angolul tudtam. <laughs> meghalt Igen. Fülöp Herceg, és uh, szerintem négy napig ilyen napi öt hat cikket olvastam arról, hogy Fülöp Herceg akkor mi volt ő hadseregnek? Mi volt ő a népnek? Milyen kapcsolatot ápolt vele? Ide de, jó, de, de, princzen, de, most, de ez az index. De, de várja, ez, de, ez de, a bulvár de, és a hírközlés. Ez egyszer az indexen olvasom arról, hogy a belügyminiszter mit döntött, meg meg hogy milyen járványkezelés lesz, és rögtön alatta a mit tudom én, milyen celebnek a nyilatkozata, a mit tudom én, milyen királyi Jó, családnak de, a belső. de bocsáss meg, csak a, 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 angol királyi család az, az, az angol nemzeti bulvár. Tehát az mindig is így volt. A, Magyarországon az, hogy a, vagyunk. de Magyarországon is. Tehát az, hogy a Fülöp Herceggel mit történt, én, én elhiszem, hogy ez neked egy depresszív dolog, de a, a, az angol királyi család, ez egy külön kategória. Tehát ez mindenhol egy külön kategória. Hogy az, az kb. az utolsó, Ilyen, ilyen, ilyen uralkodó család a világon, amivel így foglalkoznak az emberek. Ami, Jó, van, amivel Japán a média és... foglalkozik, amit még mind, ki kit érdekel, kit érdekel, kit érdekel, hogy Fülöp Herceg milyen viszonyt ápolt a hadsereggel, és hogy a hadsereg hogyan gondolt Fülöp Hercegre. Őszintén kit érdekel, ki kérdezte? Jó, ezt elhiszem, de akkor most ezen a Fülöp Herceges dolgon kívül mondj egy másik bulvárhírt az Indexről. Majka, és a véleménye a koronavírusról. <laughs> jó, meggyőztél. Mehetünk tovább. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, értem, értem, hogy mire gondolsz. Most már jó. <laughs> ja, jah, jah. <laughs> no, tehát nekem, hogy teljesen összefonódik az indexen. Jó. Lényegében ennyi ja, volt a a mondandó. Aha. mondandó. Eszedbe jutott valami ezzel kapcsolatban, olyan gondolatébb öh, Nagyon, nagyon, nagyon érdekes szerintem. Szinte minden abszolút egyet lehet érteni. Amit elmondtál, meg még a diagnózisoddal is. Annyi, hogy én mindenképpen hozzátenném azt a részét, amit fel is vetettem, hogy nem csak arról van szó, hogy reklámbevétel és a piac irányítja, hanem különböző médiumok különböző politikai oldalakhoz húznak, és van egy irányvonaluk. És itt nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye mi mi is maga a média, mert nem kezdtük definícióval. Tehát ugye előjött azért később az, hogy véleménycikkek és vélemények, de ugye van, van, két funkciója. Az egyik nyilván az, hogy tudósítson arról, amik történtek, tehát mondjuk a tényekről. Még volt is ilyen tévéműsor, hogy tények. nagy van. És van, a is, tévénket, jó, jó. Okay. És a, a, másik pedig az, 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 hogy, hogy különböző véleményeket, véleményeket sugároz. Tehát van a a tényállítás, meg vannak a véleménynyilvánítások. És ezek olyan gyönyörűen össze tudnak kapcsolódni, hogy nagyon nehéz sokszor kibogozni őket. Tehát, hogyha megnézted például, a, amikor még voltak ezek az ilyen ö, papírra nyomtatott újságok, vagy amit az élet és irodalom, vagy a, a 168 óra, az még a, 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 a nem, ezek, mondjuk, ezek mondjuk nem biztos, hogy kifejezetten olyan profilok voltak, hogy híreket hoznak le. De, hogyha a tényekről beszéltek, akkor is mindig olyan összefüggésben, hogy azért látszott ott az irányvonal. Hasonlóképpen a heti válasz, hogy az egy szintén színvonalas, csak inkább egy jobboldali. Ugye, hogy, hogy ott is így a kettő azért így így, 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 így idomult egymáshoz valamennyire. Igen, És ezzel a problémával ez, nagyon nehéz bármit is kezdeni, azt hiszem. Ha csak nem, az aki a potenciális olvasó, az egyet tisztában azzal, hogy egyrészt neki is vannak különböző elfogultságai, másrészt pedig maguknak az újságoknak is. Igen, de mi lenne, hogyha nem, a, nem értékrendbeli különbségről írnának ezek az újságok, hanem az anyagi hasonlóságokról. Én nekem ez a, tehát én mindig ott adok ki, hogy, hogy oké, okay, hogy van jobb oldali és baloldali média, de azért, mert az egyik, tehát hogy a, magáról a gazdaságról egyik se Diskurál. Sokkal inkább a bal vagy jobb értékrendről. Van, van olyan is, ugye pont ezt is mondtuk, hogy van egyrészt a mainstream média, másrészt van meg van olyan is, hogy rendszerkritikus média. Csak nem feltétlenül olyan nagyon-nagyon sok emberhez jut el. Itt most teszek különbséget az alternatív média és a rendszerkritikus média de között? Nem annyira. Szerintem az alternatív média az tipikusan inkább rendszerkritikus, nem? De, nem? Vagy legalábbis de, sokkal könnyebben de, de, de. az. Nem, <laughs> Na, én, én, nem, én, nem, kritizálom a rendszert. Én, csak, csak itt kritizálod, de amúgy meg. <laughs> nem, hát te is, szerintem bárki. Amúl Tehát igaz. a rendszerben élünk, majd elő, Amúl fog, igaz. Majd elő fog jönni a uh, politikák kompasznak az a kérdése, hogy az érettség jele az, hogy az ember megbékél az establishment tehát ugye Pont erről szólt az dilemmám. Megalapozott az intézményekkel. Az előző, de akkor nem, nem csak király erről. Király nem. lesz, ott majd kifejtem. Igen, igen, igen. igen. Nem csak erről, de, 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 az is. És bizonyos értelemben hát attól függ. Tehát, hogy hogy érted azt, hogy megbékélni, ugye? De mindegy, ez, ez egy más igen, téma igen, igen. Na, szóval, hogy a másik bocsánat még, amit ehhez hozzátennék, hogy a, az is feladata kellene, hogy legyen a médiának szerintem ami egy kicsit így szintén elsikadt itt abban, amit, amit mondtál, mert amit mondtál, az szerintem leginkább a mert tudó most egy feladata van. A hogy tudósításokra. Pénzt igen, 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 igen. De vagy amit mondtál, az leginkább a tudósításokra vonatkozik, és nem a különböző megalapozott tényeken, vagy tényeken alapuló érvekre, vagy logiká, logikailag felépített érvekre. Na. Alapuló vitákra. Tehát, hogy az is szerintem nagyon-nagyon jó lenne, hogyha látnák, hogy lehetne látni médiában, hogy hogy néz ki egy, egy beszélgetés két olyan ember között, akik nem feltétlenül értenek egyet valamiben, uh -huh. viszont egy feltételezik egymás jó indulatát, tehát, hogy másrészt feltételezik azt, hogy a másik nem náci, vagy kommunista. Lányos, igen, Ugye ez azért nem ártana, maradjunk annyiban. Pont valami nap olvastam egy ilyen Facebook kommentet, hogy így arról volt szó, hogy az Airbnb lakásoknak valami szabályozása jön, és hosszasan le volt fejtve, hogy ez kommunizmus. Hát te komcs, igen, igen, igen. igen. De, de, de hogy tehát mondjuk, hogy, hogy kialakuljon egy egy beszélgetés vagy vitakultúra a közéletben. Azt szerintem még nagyon jó lenne, hogyha ez, e, ezt, ezt a média is elősegítené. Csak az a baj, hogy nem igazán segíti elő, mert alapvetően az egyik az, hogy politikusok közötti vitákat nem látni. Tehát mikor történt az, hogy, hogy, hogy láttál olyat, hogy. De legutóbbi, nem, bocsánat meg, az a, ugye a, a, miniszterelnök jelölti vita. Ja, de ja, a, de most rendes politikai 2006 mondjuk. Uh, és, és, azóta nem, hogy miniszterelnök jelöltek közötti vita nincsen, hanem semmi olyasmit, minimálisat látni. Maximum olyat lehetett néha látni, hogy tudom a Siffer András ott volt valahol, és akkor még páran. Tudod, hogy mi volt amúgy a... Ú, uh, melyik rádión van az a műsor? Szerintem a Spirit fm -en. a, a Duró Aha. és az Ungár Péter? Ő ja, a... igen, 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 Rémlik, Na, valami ilyesmi. Egy... Egy, nekik volt egy rádióvita. Na, de ezek is uh, ilyen, ilyen marginálisabb. Abszolút. Nem? Tehát... És, 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 marginális... és természetesen miről vitatkoztak? Arról, hogy az alkotmánymódosításban az anya, az nő, az apa, meg a férfi. Hát, hogy érted? Ez már leírja a szituációt. Ez az na, ez két, a... két marginális szereplő vitatkozik egy teljesen marginális kérdésről. Pont, Bocsánat, a... tehát annyiban nem marginális, hogy identitás kérdés, tehát er erről olyan jó fel lehet korbácsolni az indulatokat. Hát, nem? na igen. Na igen, tehát, de... és akkor egy pillanatra még ki akartam térni a végén arra, hogy konkrétan milyen kárt okoz ez egy ilyen időben, időben mint amivel most élünk. Tehát egy most mondhatjuk, hogy egy valamilyen szinten krízis, krizishelyzet, helyzetben élünk. És az a szintű bizonytalanság, meg az a szintű uh, ziláltság, amit az a média, hát média hisztéria generált, ami itt van. Tehát, hogy oda jönnek, uh, tehát, hogy nem az, hogy oda jönnek, hanem én a saját fülemmel hallottam egy korombeli, sőt, nálam egy kicsit fiatalabb teljesen fit, jó egészségben lévő valakit, hogy, hogy, hát, hogy ő tart attól, hogy, a, hogy az át adja be magának. Mert hogy, mert hogy sok cikk van arról, hogy az asztrazenek az, az vérök okoz. És 26 millió ember közül ötbenet, vagy, vagy mit vagy valaki, mennyiek, tehát, hogy valami, és az sem százszerzalék, hogy amiatt. Igen, tehát erre, tehát erre mondom azt, hogy teljesen kidobta a, a média valóság ezeket az arányokat, és aránytalanul van reprezentálva a dolog. Most az más, hogy hogy emögött nagy valószínűsége, amúgy végre ma lejött egy cikk erről, hogy emögött nagy valószínűséggel gazdasági érdekek vannak. Ezt nem Már az AstraZeneca az mögött. A hogy az astrazeneca lehordja a média. Ja. Yeah. Uh, nézd, ez, 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 teljesen ugyanaz volt, hogy amikor megjött a Sputnik, nagyon korán, ugye, akkor teljesen a számít, hogy ez, ez, biztos, hogy biztos, hogy nem jó, hát oroszok csinálták, hát ez teljesen borzasztó, ez borzasztó. Ez nem működhet. Ez Biztos, hogy valami összecsapott valami. Ez volt a médiaciklus egyhuzamba. Na most, mi a, mi a valószínűbb? Az, hogy az tényleg egy rossz vakcina, vagy az, hogy szeretnének adni egy elég komoly ö, előnyt a nyugati gyártóknak. Tehát a ezeknek a médiáknak a és itt jön be ugye az a, egy kicsit az ilyen összeesküvés oldala a dolgoknak, hogy én úgy gondolom, hogy ezek a nagy média cégeknek a tulajdonosai nem, nem, velünk kocintanak az ilyen gálákon, hanem a gyógyszergyártóknak a tulajdonosaival kocintanak ezeken a gálákon. Tehát a nap végén... Vagy a másik opció az, hogy politikusokkal. <laughs> Igen, az <laughs> meg a másik. Tehát hogy az a lényeg, hogy nem, nem mi vagyunk a barátaik, vagyunk annyiba, tehát nem azt fogják leírni, ami a mi legjobb érdekünk, ami szerintem az lett volna, hogy hogyha már átment a megfelelő teszteken, és megvan a megfelelő dokumentáció, akkor minden vakcina hatékony. Ez amúgy a magyar kommunikáció, és, és azt kell mondjam, hogy ebben, ebben szerintem jól, tehát jól cselekszünk. Jó, de egyébként az, hogy adott esetben egy, egy újságban vagy műsorban ilyeneket mondanak, az nem is száz százalék, hogy reprezentálja a, az újság tulajdonos érdekeit, mert azt ugye egy újságíró írja. Nyilván, van, nyilván ezt, ezt jóvá kell hagyni, de szerintem sok esetben inkább mm -hmm. az újság vagy médium általános irányvonala határozza meg. Erről, erről volt egy, egy amerikai ex-újságíró, aki most már a alternatív médián tevékenykedik, és ő is mondta, hogy nem, itt nem arról van szó, hogy beleszólnak az újságírásba. Inkább egy ilyen cenzúra kicsit, nem? És meg azokat az embereket veszik fel. Akik, yeah. akik, akik, úgy nem annyira kérdőjelzik meg a dolgokat, tudod? Mm -hmm. Tehát a, általában azt, azt, amit ők látnak, azt úgy, hogy látják, leírják. Ö, tehát, hogy, hogy, itt van egy ilyen, egy ilyen alap kiválasztódás, hogy azért oda általában olyan emberek fognak bejutni, akik már alapból úgy gondolkodnak. Mm -hmm. Tehát nem nyúlnak bele, hogy mit írjál, hanem, hanem az alapján szeretnának, hogy, hogy mi a világképed. Na minden esetre én mégis csak azt mondanám, hogy ha azt gondolod, hogy a, a médiából anélkül, hogy te gondolkoznál, majd így, így feltálalják neked a, a világot és a tényeket, meg akár a véleményeket, ezzel nem lehet nagyon-nagyon sokra jutni. Tehát én inkább azt mondanám, hogy egyrészt minimálisat fogyasszunk, gondoljuk át, hogy mit fogyasztunk, ha fogyasztunk, akkor tudjuk, hogy kinek mi az irányvonala, és, és inkább próbáljuk. De mi van, ha nincs irányvonala? Tehát most én megnézem, a, megnézem a, az indexet. Jó, van irányvonaluk. Na ez politika, a, akkor irányvonaluk miért miért hagytál ott annyi olvasó de Az indexet? közönségük van. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy az indexnek ez ilyen komoly hitvallása, vagy a, akár a Telexnek ez, ez egy ilyen szent hitvallása, amit ők ott leírnak. Én úgy gondolom, hogy ők tökéletesen kiszolgálják a közönségüket. közönségüket. Tehát, hogy én, én, én őszintén úgy gondolom, hogy meghatározza őket a maguk a közönség, tehát nincsen bennük ilyen erős hitvallás. Ja, akkor, 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 a közönség az, aki kicsit meghatározza az írt. Tehát ez, ez, a kettő nyilván egymást alakítja, nem? Hogy van, van azért egy, egy politikai kötődés, vagy, vagy, tehát hogyha ha elkezdesz olvasni, mit tudom én, egy HVG-t, akkor azért nagyjából tisztában vagy az, hogy mire lehet számítani, nem? Igen, igen, igen. Na, és, és ez, hogy honnan jön, Nyilván onnan jön, hogy x éve, nekik is van egy történelmük, annak során, ugye, x politikai irányzathoz álltak inkább közel, meg van egy közönségük, és a kettő valahogy hatott egymásra, és abból jött ki az, amit most olvasol. Ja, értem ezt, ezt a vonatkozást. Tehát, hogy az ember azért legyen azzal tisztában, hogy, hogy mit olvas és nem feltétlenül hamis az, amit ott olvasol, de, de hogy, hogy, lehetséges, hogy vannak bizonyos hát, ilyen előítéletek. Én erre, én, erre, azt mondom, hogy, és itt a baj már, itt, itt, itt már az ember kicsit magába indul ki, de én, én azt mondom, hogy akkor, akkor nem, nem szabad hinni a vagy nem azt, hogy nem szabad hinni, akkor kell nagyon megkérdőjelezni azt, amit az ember olvas, amikor az, az nagyon szembe megy a józan És itt jön a, mondom, az én naivitásom, én őszintén úgy gondolom, hogy az embereknek van valamilyen józan ilyen, ilyen belső hangja, ami azért tudjuk, hogy nem mindenki. Hát, hogyha nem tettek de... szert valamiféle vallási fanatizmusra, ami a különböző ideológiák követését is magában foglalja. Igen. és én, én úgy tapasztalom, hogy számomra ez a, ez a hozzáállás, ez, ez, így nagyjából működik. Tehát amiről azt hittem, hogy ez túlzás, azokról általában aztán kiderült, hogy az. Vagy pár héttel később jött olyan cikk, ami aztán átámasztotta az, az, eredeti elképzelésemet. Úgyhogy összességében úgy gondolom, hogy amit te mondasz, az amúgy soha nem állt egy barátommal már elkezdtük azt, hogy a koronavírus cikkekre. Tehát ilyenekre, hogy Ma 26 éves a koronavírus legfiatalabb áldozata. Hozzáteszem ezt az index három naponta lehozza. Csak hogy emlékeztessen. Három naponta lesz 26 éves a legfiatalabb áldozat. <laughs> Meg, na mindegy, az a, az a ami, ami, ami mostában megy, az szerintem mindannyiunk számára nagyon lehangoló. Összességében akkor olvasok kevesebbet, és, és váltsunk, ha lehet, inkább hosszabb könyvekre, amiket akadémikusok írtak, mert vagy hosszabb beszélgetésekre a YouTube-on. Pontosan igen, igen. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet.